A rendőrség közlése szerint közúti közlekedési baleset történt Törökszent Miklós külterületén az M4-es autópálya 116-os kilométerénél. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint frontálisan karambolozott egy kamion és egy kis teherautó. A baleset következtében egy ember beszorult, akit a szolnoki hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki. Összeütközött két kis teherautó, valamint egy nyerges vontató 4-es számú főút Törökszent Miklósi elkerülő szakaszán. Az egyik kis teherautó élelmiszert, a másik egy személygépkocsit szállított, míg a nyerges vontató pótkocsiján két darab munkagép, valamint 4 tekercs vasáru volt. A baleset következtében a kamion az út menti árokba csapódott, róla a két munkagép ledőlt, illetve a trélerről is leesett a személygépkocsi. A szolnoki hivatásos, valamint a Törökszent Miklósi önkormányzati tűzoltók vonultak a helyszínre, akik a balesetben érintett járműveket áramtalanították, valamint a kamion, illetve az egyik kis teherautó sofőrét feszítővágóval kiszabadították és átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A hatóságok teljes útlezárás mellett folytatták a helyszínelést. Az érintett útszakaszt a Budapest és a Debrecen felül érkezők is Törökszent Miklóson keresztül közlekedve tudták elkerülni.